az a könnyítés is bevezetődött, hogy ha a jövedelméből nem tudja, akkor a járulékokból is levonhatják. Ez nagyon fontos. Mert eddig ez volt a probléma, hogy a jövedelme olyan alacsony volt, hogy nem tudta az adókedvezményt igénybe venni, de most már a járulékokból is. Járulékokból is lehet az adókedvezményt igénybe venni. Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő 2016. május 12-én sajtótájékoztatót tartott a berettyóújfalui Fidesz irodában, melynek témája a 2017-es költségvetés volt. Ha két szóval szeretnénk jellemezni Magyarország 2017-es költségvetését, akkor azt mondhatjuk, hogy az otthonteremtés és az adócsökkentés költségvetése, kezdte tájékoztatóját dr. Vitányi István. A magyar parlament tegnap kezdte meg a 2017 évi költségvetés tárgyalását, és hát ha két szóval szeretnénk jellemezni a Magyarország 2017 évi költségvetését, akkor azt mondhatjuk, hogy az otthonteremtés és az adócsökkentés költségvetése. Az adócsökkentés azért vezérfonala a költségvetésnek, mert több olyan intézkedés van benne a költségvetésben, amely jelentős adócsökkentéssel jár. Így például több élelmiszerterméknek az áfája csökken, a tejé, a baromfi húsé, a tojásé az eddigi 27%-ról 5%-ra csökken. Ezen túlmenően ugye már ebben az évben 2016-ban a sertéshús áfája is 27%-ról 5%-kal csökken. Tulajdonképpen ez egy burkolt jövedelem emelkedést jelent a lakosság számára. Ezen túlmenően a költségvetésünk, az otthonteremtés költségvetése szintén 2016-ban indult a úgynevezett CSOK program, a Családi Otthonteremtési Kedvezményprogramja, és ennek hatásai már ebben az évben is, de jövő évben még inkább érezhetőek lesznek, hiszen itt is a 27%-os áfát, a építkezés áfáját 5%-ra csökkentettük, és a magánépítkezésnél pedig 5 millió forintig az áfa visszaigényelhető. A korábban megállapított 15%-os személyi jövedelemadó az változatlan marad, ez a személyi jövedelemadó mérték az európai személyi jövedelemadók közül az egyik legalacsonyabb. Képviselő úrtól azt is megtudtuk, hogy folytatódnak az életpálya modellek is. A rendvédelmi szerveknél és a felsőoktatásban lesznek béremelések, valamint tovább folytatódik a korábban elindított pedagógus életpálya modell. Jelentős mértékben emelkedik a két gyermekes családoknál az igénybe vehető adójóváírás is. Ezen túlmenően folytatódnak a életpálya modellek, így a rendvédelmi szerveknél lesz béremelés a felsőoktatásban, és tovább folytatódik a korábban beindított pedagógus életpálya modell, hiszen szeptemberben újabb béremelést kapnak. Az adócsökkentéshez tartozik még az is, hogy a jelentős mértékben emelkedik a két gyermekes családoknál az igénybe vehető adójóváírás. Ez amikor elkezdtük az adójóváírás bevezetését, a 10.000 forint volt a gyermekekként két gyermekes családoknál, tavaly, illetőleg az idén 12.500, jövőre pedig 15.000. Ami azt jelenti, hogy ez egy két gyermekes családnál évente 60.000 forintnyi jövedelem többlet marad a sebben, ennyivel többet költhet a család. És ha még ehhez hozzáveszünk az áfa csökkentéseket, akkor azt mondhatjuk, hogy valóban az adócsökkentés költségvetése a 2017 évi, és mint említettem, az otthonteremtés költségvetése is, hiszen már most a statisztikák azt mutatják, hogy jelentős mértékben növekedtek a használatbevétel engedélyek, illetőleg az építési engedélyek száma. Itt Berettyóújfalban is tapasztalhatjuk, meg a választókörzetben mindenütt, hogy megnövekedett a lakásépítéséket, ha Berettyőfalra gondolok, akkor a Bocskai utcán egy 6 lakásos társasházat most adtak át, de már elkezdtek a Millennium úton egy 14 lakásos társasház építését, és hát az egyéni építkezési kedv is megnövekedett, ahogy érdeklődtem, nagyon sok építési engedélyt adtak ki az utóbbi időben. Reméljük, hogy azt a szintet el fogja érni, amit az első Orbán kormány idején, amikor is évente 40.000 új építési engedélyt adtak ki. Hát ez 2002-től 10-ig az jelentős mértékben, harmadára, sőt negyedére csökkent, 10.000 alatti volt.
és hát az építőipar fellendüléséhez jelentős mértékben hozzájárulnak a lakásépítések is, hiszen ha minden, ha 40 ezerre vesszük az évi építések, lakásépítések számát, az körülbelül 0,5%-os GDP növekedés és 25 ezer új munkahely teremtését jelenti. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a 2017-es költségvetés alapján mindenki, minden réteg léphet egyet előre, és mindenkinek az életkörülményei javulnak. Mindez azt teszi lehetővé, hogy megszabadultunk a IMF hiteltől, a gazdaság szilárd talajon áll, és ezeknek a kedvező intézkedéseknek megvan az alapja, nem felelőtlen költekedés lesz 2017-ben, hanem meggondolt és megfontolt költségvetés alapján költhetjük el a pénzünket. A egészségügyi és a szociális területen is hát, béremelés lesz, az egészségügyi ágazat és a szociális ágazat is jelentős milliárdokkal fog többet kapni 2017-ben, mint volt az 2016-ban. Az infláció alacsony szinten várható, és az államháztartási hiány fokozatosan csökken. Képviselő úr úgy véli, 2017-ben egy stabil, megalapozott gazdasági környezetben élhetjük életünket. Az infláció és az igen alacsony szinten fog lenni, az államháztartási hiány is fokozatosan csökken, tehát elmondhatjuk azt, hogy a harmadik Orbán kormány harmadik évében, tehát 2017-ben egy stabil, megalapozott gazdasági környezetben élhetjük minden napjainkat, és reményeink szerint mindenki érezni fogja saját bőrén ezt a változást, illetőleg javulást.